Samsung Galaxy S Advance mobiltelefonon szeretném nektek megmutatni az Android 4.4-et. Természetesen nem eredeti Samsung szoftver, hanem CyanogenMod fut rajta. Tok nélkül így néz ki a telefon, hátlap nagyon szép állapotban van, mindig tokban vagy. Sajnos van egy széria hibája ennek a készüléknek, hogy lekopik a szélén ez a krómozott felület. Ez a fekete S Advance-eknél nem történik meg, csak ezeknél a fehéreknél. Még nem láttam olyat, amelyikről elkezdett volna lepattolni. Na, látjátok, van rajta egy csomó nyelv, nekünk most a magyar kell. Most, hogy kész a telefon, üdvözöl, hurrá, oké. Na, először nézzük meg az Android verzióját, Android 4.4.4. Akinek ez kell, akkor itt van a KitKat, itt fölög össze-vissza. Oké, nagyon szép. Valamit ezzel is lehet csinálni. Ott van, tessék. Nézzük meg a kamera alkalmazást. Jó, fel szeretném címkézni. Fókuszálni, oda fókuszál, ahova szeretném. A beállítások, ha megszokottak. Felfele húzással is elő lehet hozni, szépen könnyen lehet benne navigálni. Van videó is. És panoráma mód is. A Google Apps Pico csomagot telepítettem föl, ami azt jelenti, hogy csak a Google Play van rajta. Na, közben települt az Antutu, hogy futtassunk is ennyit. pont. Az a jó ebben a romban, hogy alapból elég kevés alkalmazás van rajta, csak a szükségesek. Van rajta egy hangszín szabályzó, számológép, zenelejátszó, böngésző, e-mail, fájkezelő, galéria, zseblámpa is. Az Android 4.4-nek a hatalmas előnye az, hogy attól függően, hogy hol húzom le az értesítési sávot, attól függően vagy a beállítások, vagy az értesítések jönnek elő. A beállításoknál a fényerőt be lehet állítani, amit én az automatikusan szeretek, valamint el lehet jutni gyorsan a beállításokhoz. Wi-Fi, a mobil internetet lehet kapcsolni, csak nincs benne SIM-kártya, hely meghatározás, zseblámpának van egy gyors elérése, akkumulátor, automatikus forgatás, amit utálok. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót.